Én a főiskolára háromszor jelentkeztem. Először 1957-ben, és Illés Gyuri bácsi már akkor vezette az operatőr tanszakot, akkor találkoztam bele először. A felvételim sikertelen volt. Meg is mondta a Gyuri bácsi, hogy még korai nekem erre a főiskolára pályáznom. Akkor a filmgyárba kerültem, rengeteg mindent végigcsináltam, a klasszikus lépcsőjét azoknak, akik operatőrök akarnak lenni. Több mint 2 évig voltam világosító, híradóztam is, dokumentumfilmeket is csináltam, világítottam, vittem a lámpát. Aztán amikor másodszor felvételiztem, akkor már körülbelül tudtam, hogy mit kellene tudni. Azt is tudtam, hogy abban mit tudok és mit nem tudok. De az a szerencsétlen helyzet volt, hogy közben katona voltam, sorkatona voltam, és hol elengedtek a honvédségtől, hol nem engedtek el. Úgyhogy meglehetősen zaklatott idegállapotban jártam a felvételire, viszont már eljutottam az utolsó vizsgáig, de nem vettek föl. Akkor visszakerültem a filmgyárba, segédoperatőrnek, pontosabban hát először nem annak, de mielőtt a főiskolára harmadszor már úgy felvételiztem, mint segédoperatőr, és a második legmagasabb pontszámmal kerültem be. A legmagasabb pontszámot egyébként Böszörményi Géza érte el azon a felvételin. Az Illésféle iskolának az egyik alapköve a liberalizmus volt. Aminek semmi köze a szó politikai jelentéséhez, ez azt jelentette, hogy ő nagyon jól csinált valamit, de nagyon be tudta fogadnia, hogyha valaki másképp gondolkozott, akár világításról, akár kompozícióról, akár kamerakezelésről. Gyuri bácsi egyfajta klasszikus iskolát képviselt, úgyis, mint operatőr, és úgyis, mint tanár. Elsőben itt most arról kéne beszélni, hogy mint tanár helyes volt-e ez a magatartás. Szerintem igen, hiszen nem lehet úgy új utakat találni, hogyha az ember nem ismeri alaposan a már kitaposott utakat. Hogy ennél konkrétabb legyek, világítani meg kell tanulni, hiszen bármikor kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy bizonyos klasszikus utakat kell, klasszikus úton kell megoldania egy technikai feladatot. És ő ragaszkodott ahhoz, és volt ez egy remek segítség, akit Bojkowski Bélának hívtak, és aki az igen nagy mestere, professzora, igazi professzora volt a klasszikus világításnak. Hosszú évtizedekbe került, amikor valóban azt éreztem, hogy most már nem tudok olyan feladattal szembesülni, amit ne tudnék klasszikus módon is végrehajtani, hogy aztán minden filmben igenis találkozzam egy olyan pillanattal, amikor rájöttem, hogy ennek soha nincs vége az életbe. Mert amíg az ember dolgozik, mindig valami olyan újdonsággal találkozik, ami új megoldást is követel. Az én kezembe a kamera részben azért került, mert tetszett ez nekem, ez a fajta mozgékonyság, és nagyon nem tetszett az a fajta technikai hátrány, ami ennek a virágzó és nagy korszakát élő magyar filmnek ugyancsak sajátja volt. Nagyon primitívek voltak a kameramozgató eszközök, maga a kamera is, a hangos kamera az olyan lehetetlen volt vele flexibilisnek lenni. Én pedig izgága ember voltam, és azok, akik velem elkezdtek dolgozni. 1967-ben még ki se kerültem a főiskoláról, amikor Elek Judittal csináltunk egy hosszú dokumentumfilmet, a Meddig él az ember volt a címe, ami elképzelhetetlen lett volna másképp, csak úgy, hogyha a kamera kézben van. És ugye Steadicam akkor még nem létezett a világon. És más alkotók is, akikkel együtt dolgoztam,
Zolnai Pál nagyon szerették ezt a módszert, és nagyon szerették annak a lehetőségét, hogy, hogy bármelyik pillanatban, bármilyen eseménynél ott tudott lenni a kamera, és mozgott a szereplőkkel együtt. Nem születtem együtt ezzel a készséggel, hogy a kamerát a kezembe hordjam, de egy valamit figyeltem én meg, hogy a felsőtestnek borzasztó mozdulatlannak kell maradnia, miközben az ember halad. És akkor kitaláltam azt otthon, mert ugye nem volt saját kamerám, hogy vettem szerkesztettem magamnak egy kis botocskát, aminek a tetején volt egy lap, és arra a lapra rátettem egy pohár vizet. És elindultam ezzel a pohár vízzel, és jöttem, mentem mindenfelé, legugoltam, fölálltam. A poharat csordultig töltöttem, és a tét az volt, hogy a víz az ne ömöljön ki a pohárból. Tulajdonképpen ezt kellett megtanulni, és ezt kellett reprodukálni a kezemben egy kamerával, hiszen ha ugyanezt reprodukálom, akkor a kép se csordul ki, tehát nem mozog a kép. Akkor volt nagyon nehéz ez, amikor később aztán megjelent az első, a Stanley Kubrick invenciói és utasításai alapján megcsináltak az első nagyfényerei optikasort, amit ő a Barry Lyndon című filmben használt, és aztán szembe találtam magam egy olyan feladattal a Szabadíts meg a gonosztól című filmben, ahol szintén kézikameráztam, és ott is a film 90%-a kézikamerával készült, és ott nem akartunk világítani. Látod, ez egy példa volt arra, amikor elhatároztuk azt, hogy minimális fénnyel fogunk dolgozni. A lámpapark az egy kézilámpából állt, és néhány 40-es, 60-as és 100-as ISO-ból, és nem volt egyáltalán lámpánk a filmben, és egyetlen optikánk volt egy 25-es optika. És elhatároztuk a Sándor Palival, hogy a filmet ezzel az egy optikával fogjuk végigcsinálni, és a maximális világítás az csak izzók kacsavarása lesz, és ez így is történt. Fuszban maranka, történt. Hogy ez úgy megteker engem, mielőtt észbe kapnék, hogy ketté áll a fülem. Hogy én fizesselek be a kuplerájba. Kellene nekem az a pénz. 30 pengő. Nem adok. És ha... hozok egy kabátot? Innen? 30-ért? Na jó, 20. Vele nem csinálják ingyen. Még nem találok egy olyan hülyét. Attól függ, milyen az a kabát. Az... prima. Most hány óra? 3:45. Hogy fél óra múlva itt. Itt. Visszajön. Meg lesz? A kabát? Mi az nekem? Szép volt. Jó volt, és megnéztem a filmet egyszer még, vagy egy részletet belőle, szóval működik. És aztán jöttek ugye azok az évek, ahol amerikai filmeket, vagy angol nyelvű filmeket csináltam, és ott az ellenkezője történt, ott pedig nagy technikai arzenát kellett felvonultatni. Emlékszem arra az első filmre, ahol kértek tőlem egy költségvetést, és akkor láttam a költségvetést az amerikai gyártásvezetőnek, akkor ez behívott az irodájába, becsukta az ajtót, azt hittem, hogy most már még el se kezdtük, már el vagyok bocsájtva, és azt mondta, hogy ha ilyen kicsi költségvetést adok le, és ilyen kevés lámpát, azt fogják hinni rólam, hogy nem vagyok komoly ember. Tessék szíves lenni, lényegesen nagyobb költségvetést leadni, és több lámpát kérni. Aztán leadtam a dupláját, és akkor megint hivatott, és mondta, hogy ez sok, mert akkor már tudta, hogy ennél kevesebbel is meg lehet csinálni, és aztán kiegyeztünk a közepén, de rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy az ember komoly embernek tűnjék, ahhoz valóban sok minden felszerelést kell kérni, amiből majd idővel biztos akarnak alkudni, de a nagy operatőrök azok nagy felszereléssel dolgoznak, ezt is megtanultam belőle. Illés György soha nem vette halálosan komolyan ezt a tanár-diák viszonyt.
remek humorú ember volt, és mindig volt egyfajta cinkosság közte, és a szeretett tanítványok között, ezt hangsúlyozom, mert azért természetes módon voltak nagyon szeretett és kevésbé szeretett tanítványai. Nagyon várta az alkalmat már, hogy megkapjuk a diplomát, és mindenkivel tegeződjön. Az első pillanatban megragadta erre a lehetőséget. És még volt egy nagyon tiszteletre méltó tulajdonsága, hogy ambicionálta, hogy a kapcsolat ne szakadjon meg a volt tanítványaival, hogy tovább éljen, és végig figyelemmel kísérte mindenkinek a munkáját és a pályáját. Most nem ilyen banalitások, nem csak ilyen banalitások és közhelyes formában, mint hogy minden karácsonykor, meg minden új évkor fölhívtuk a Gyuri bácsit, és boldog ünnepeket kívántunk neki, hanem boldogan vittük az új munkánkat, és ha lehetőség volt, akkor mutattuk neki, és kikértük a véleményét, és nagyon örültünk, hogyha az embert megpacskolta, mert azt ő szeretett megpacskolni elismerésként. Arra tanított minket nagyon helyesen, hogy van egy forgatókönyv, van egy történet, aminek van egy optimális elmesélési módja, és azt kell megkeresni. És ahhoz kell igazítani ennek a képi megfogalmazását, és nem fordítva. Azon kívül, hogy ő ezt, mint operatőr, így kívánta tőlünk, azon kívül mi együtt tanultunk a rendezőkkel ebben a bizonyos Herskó Illés osztályban. Két éven keresztül együtt tanultunk, ahol ezt a Herskótól is ugyanezt hallottuk. Tehát ez nagyon organikusan épült be a mi szemléletünkbe. Aztán mindenki a saját habitusa szerint tudott ennek később a pályá során többé vagy kevésbé megfelelni. De minél gyakorlottabb az ember, minél több filmet csinál, ezek az alapjegyek, amik minden operatőrnek a sajátjai, azok a felismerhetőségek, a stílusjegyek, ezek egyre markánsabban jelen vannak az embernek a palettáján, és egyre hajlamosabb arra, hogy ezeket a varázsdobozból automatikusan elővegye. A 80-as évek vége igen nagy változást jelentett a magyar filmgyártásban is. Egy úgynevezett produceri szemlélet ütötte fel a fejét a korábbi évek gyakorlatával szemben, ahol is a tulajdonképpen a rendező volt az úr, és a number one, aki az operatőrrel együtt működve, együtt alkotva csinálta a filmet a rendelkezésre álló eszközökből. És az én életemben is egy nagy változást hozott a 80-as évek vége. Én egy picit ráuntam a magyar filmre, úgy éreztem, hogy túl van a zenitjén a magyar film, és ezt jól, nagyon jól éreztem. Meg úgy éreztem, hogy nagyobb a világ ennél már, mint az operatőri világ is nagyobb ennél, mint amit itt, nagyobb hegyek is vannak, mint amit itt meg lehet mászni, és elkezdtem, szerencsére koprodukciókon keresztül kijutottam a világba. És hát nagyon nagy pofonokat kaptam, és nagyon nagy sok ért engem akkor, amikor igazából szembesültem azzal, hogy ez milyen változásokat okoz az én életemben, az én szakmai életemben. Senki nem volt kíváncsi arra, hogy én mit gondolok a forgatókönyvről, senki nem volt kíváncsi arra, hogy én hogyan képzelek el egy beállítást, senki nem volt kíváncsi arra, hogy nekem még mennyi időre lenne szükségem ahhoz, hogy egy helyszínt tökéletesre be tudjak világítani, és itt most sorolhatnám mindazokat a dolgokat, amire senki nem volt kíváncsi, szemben azzal, amire kíváncsiak voltak, arra, hogy én az adott feltételek között vajon megfelelő színvonalon tudom-e teljesíteni a feladatot. Az egészet előről kellett kezdenem.
mindent el kellett felejtenem, amit odáig tanultam, ami a véremmé vált, amit ösztönösen csináltam, és meg kellett felelnem egy egész másfajta elvárásnak. Tehát meg kellett tanulnom borzalmas gyorsan dolgozni, és meg kellett tanulnom valami nagyon fontosat, aminek később nagyon nagy hasznát vettem. Azt, hogy az embernek legelőször, mint operatőrnek, az alapokat kell megteremtenie egy díszletben. Tehát volt egy A, B és egy C verzió. Az A verzió az az volt, hogyha rámordít a rendező, hogy most már forgatni akar, akkor legyek kész olyan szinten, hogy amit fölveszünk, az ne legyen blama. Tehát legyen egy úgynevezett key light, legyen meg a főfény. A szereplő legyen készen fényben. A B verzió az volt ennek egy kicsit kidolgozottabb változata, és a C verzió az az volt, hogy a díszítés is meglegyen az épületen. Ha már egy barokk épületről lenne szó, akkor az elég gazdag ez a díszítés. Tehát eszerint dolgoztam, hogy mind tudtam, hogyha nagyon kevés az idő, akkor meglegyenek az alapok, ha még kaptam egy kis időt, akkor csöppet elkezdtem díszítgetni, és hogyha valami csoda folytán még maradt idő, akkor be tudtam fejezni a munkát. Ez tulajdonképpen egy metódusnak, egy új metódus volt, amit nem ártott megtanulnom. Ráadásul ugye még számtalan esetben arra is rá akartak venni, és néha nem is volt menekvés, hogy elvegyék tőlem a kamerát, tehát hogy ne én üljek a gép mögött. Ami megint az első esetekben hát iszonyatosan sokszerű volt számomra. Én annyira együtt éltem a géppel, nem csak azért, mert ez nagyon sok esetben, sok filmben a kezembe volt, hanem amikor már jó technikával, Dolival dolgoztam, akkor is én ültem a gép mögött, sőt, hát rá volt a svenkarra téve a kamera emelő szerkezet, a zoomot magam kezeltem, mindent én csináltam. Azt, amit Amerikában 3-4 ember csinál, azt mind én ültem a gép mögött és csináltam. Azért, mert én titokban mindig piciket improvizáltam. Szóval ha a színész nem állt oda, akkor nem a színésznek mondtam, hogy álljunk meg, mert rossz helyre állt, hanem kacsintottam a dolly gripnek és az odéptól. Ha nem jött elég közel, akkor egy kicsit közelebb csúsztam, vagy a zoommal megmozdultam. Most ha ezt elveszik tőlem, hát akkor összedől a világ. De hát ezt is meg kellett tanulni. Nem jó szívvel tettem, a mai napig nem jó szívvel teszem, és tulajdonképpen egyetlen dolog kényszerített rá engem, hogy elfogadjam azt, hogy a gép mögött nem én ülök, még akkor sem, ha én vagyok az operatőri a filmnek. Ez az a tény volt, hogy felnőtt a fiam, aki ugyanezt a foglalkozást választotta, és hát neki átadtam a kamerát. Először fájt a szívem, de aztán bennem is győzött az apa. Igen, a képzőművészetet fantasztikus tanárunk volt, ezt te is tudod, a Szőlősiné személyében. A képzőművészetet direkt módon soha nem használtam. Tehát akkor, amikor egy bibliai tárgyú filmet forgattam, csak példakép mondom, akkor soha nem tettem oda az optika elé, vagy a kamera mellé mondjuk az utolsó vacsorát, hogy megnézzem, hogy ott a fények hogyan esnek. Amit akkor megtanultam az alatt a 4 év alatt, meg az egész életemben, amit festményt meg képet megnéztem, ami azokból bennem megmaradt és leszűrődött, azokat próbálom felidézni, összekeverve tulajdonképpen a saját eszményeimmel, meg a saját elképzelésemmel. Azokban a filmekben, amiket csináltam, ott is elsősorban elősztelem vezette. Tehát a kompozíciót azt nem lehet tanulni, ezt meggyőződésem én nem lehet tanulni. Ha úgy megnézek ezek
20-30-35 évvel ezelőtt készült filmet, amit csináltam, ami nagyon ritkán fordul elő, de majdnem mindegyiket másképp világítanám ma már. De a kamerát mindig ugyanoda tenném le, tehát ma is oda tenném le a 35 évvel. Ez, hogy mondjam, ez valamiféle genetikai kérdés, hogy ki a világot hogyan látja, mit metsz ki belőle, és a bennmaradó részt azt hogyan rendezi el a vásznon. Ez nem nagyon tud megváltozni. Vannak trendek, kompozíciós trendek is, amik fölrúgják az összes úgynevezett klasszikus szabályt, amik nem törődnek se aranymetszéssel, se semmivel az ég adta világon. Ezeknek helyük van biztos azokban a művekben, amik így készülnek. Én is tudom követni ezeket a trendeket többé-kevésbé, de soha nem ösztönből teszem. Én ösztönből mindig rendet rakok a képen, vagy éppen feszülté. Ez nem jelenti azt, hogy mindig harmóniát teremtek, de egyfajta rendet teremtek a képen. De tudom, hogy vannak olyan rendező igények, akik nem szeretik ezt a rendet, és akkor rossz kedvel fölrúgom ezt a rendet, és teljesítem az ilyen irányú kérést is. Az Illés hatás, ami a 40-es években kezdődött, és a mai napig tart, ez ilyen genetikában nem érhető utol úgy, ahogy mondjuk a zenében Liszt Ferenc esetében, hogyha valaki leüt egy billentyűt, akkor abban benne van a Liszt is. Inkább a szelleme. Tehát az a fajta szellem, ami megkövetel bizonyos alapdolgokat, de ugyanakkor hagy téged kibontakozni. És ez volt a másik ilyen principium az ő oktatási módszerében, hogy mindenkiben megtalálni azt a fajta tehetséget, ami őt speciálissá teheti, és azt is tápolni benne, és azt fejleszteni. Mert azért, ha megnézed a magyar operatőröket, akkor nagyon sokszínűek. És nem attól Illés tanítvány mindegyik operatőr, hogy ugyanoda teszi a főfényt, vagy ugyanúgy komponál, hanem attól, hogy a szelleme valamelyest hasonlít ahhoz, amit Illés iskolának lehet nevezni. Illés Gyuri bácsával kapcsolatosan mindenki mindig, és ezt természetesnek tartom, csak jót mond. Én most megkockáztatok egy mondatot, ami egyfajta kritika. Pontosan az ő hihetetlen hitele és kisugárzása és az őt körülvevő szeretet tulajdonképpen elnyomott egy csomó olyan dolgot, tehát elnyomta azt az egyetnemértést és azt a széthúzást, ami azért megvan a magyar filmcsinálók között, nevezetesen még az operatőrök között is. Mert az ő árnyékában egyszer nem volt pofánka felszínre hozni ezeket az egyetnemértéseket és konfliktusokat, amik megbújnak közöttünk. Évtizedek óta megbújnak közöttünk. Néha még a kritika élét is tompította az, hogy hát a Gyuri bácsi előtt az ő jelenlétében, vagy az ő szellemében nem illik egyikünknek azt mondani a másikunkról, hogy te ezt rosszul csinálod. Ez egy silány munka. Most ezek ilyen vulkánszerűen a felszínre törnek. Mondhatnám azt is, hogy eléggé katartikusan a felszínre törnek, de nem hiszem, hogy ez baj. Szóval bizonyos előnyei is vannak, hogy most már ezeket a dolgokat kimondjuk, és bátrabban mondjuk ki a nem tetszésünket is egymás munkáival kapcsolatosan. De hogy lesz-e még valaki a magyar filmtörténetben, aki így összetudjon kovácsolni embereket, és így tudjon vezetni jó irányba a felől, abba biztos vagyok, hogy nem lesz.
nem maradt, sőt...